És csak ezeket a képeket fogjuk megrajzolni a mentor programban, élőben, együtt, online közvetítés segítségével, minden hónapban egyet. Ezek a workshopok mindössze 4 órás workshopok lesznek, hétköznap esténként, vagy pedig hétvégén délelőtt fogjuk ezeket a képeket megrajzolni. És nézd csak, ezek nem csak portrék, hanem rengeteg tájképi elem is van benne. Én mindent mondok és mutatok, neked csak az otthonod kényelméből le kell majd követni ezeket a rajzolásokat. És csak egy vízeséssel fogunk kezdeni. Megmutatom, hogyan rajzolj fákat, köveket, vízesést. Majd aztán rajzolunk egy portrét, nézd meg ennek az úriembernek a szakállát. Igazán kihívás lesz megcsinálni, ezt bevéséssel fogjuk megrajzolni. Majd nézd meg a naplementés tájképet, vagy ezt a hidas tájképet, mindenhol a felhőknek a megrajzolása lesz igazi kihívás. Fogunk majd rajzolni portrét profilból, és rózsát is, nézd meg ezeket a vízcseppeket, itt ez lesz a kihívás megcsinálni. De rajzolunk majd téli tájképet, tavaszi tájképet, ködös tájképet, és ugye az elengedhetetlen portrék, ezek sem maradhatnak ki. Én azt gondolom, hogy igazán érdemes most mentorprogramosnak lenni, ezek annyira gyönyörű rajzok, hogy én is már alig várom, hogy elkészítsük őket. Legszívesebben már most nekiállnék mindegyiknek. Szóval igazán izgalmas rajzok, várunk benneteket, rajzoljuk meg együtt ezeket a képeket. Nézd ezeket a gyönyörű fényképeket, ezek lesznek a referenciafotóink, ami alapján festeni fogunk a mentor programunkba. Minden hónapban egy képet fogunk elkészíteni, élőben, együtt, online közvetítés segítségével. Én mindent mondok és mutatok, a színkeverést, az ecsetkezelést, mindent, neked csak le kell követni. Ezek a workshopok mindössze 4 órát fognak igénybe venni, hétköznap esténként, vagy pedig hétvégén délelőtti órákban fogjuk megcsinálni ezeket a képeket 30x40-es méretben. És ezekkel a gyönyörű, szép, tengeres tájképekkel fogunk kezdeni. Itt megmutatom majd, hogyan fessél felhőt, a hullámzó tajtékokat, nézd meg ezt a vizet, itt igazán ez a víznek az alsó része lesz kihívás megfesteni. Vajon hogyan kell ezeket megcsinálni? Vagy pedig itt van ez a naplementés tájkép, egy erdei út, ezt a vízesés, szerintem fantasztikus, nagyon szép kép, izgalmas lesz megfesteni. Majd festünk kezet, ugye itt a bőrszíneknek a megfestése lesz kihívás megcsinálni, és téli tájképet. Aztán látod, fogunk majd festeni üvegpoharat, vajon hogyan kell megcsinálni, tavaszi virágokat, itt a kapu megfestése, és itt a köveknek a megfestése lesz izgalmas, vajon hogyan tudjuk ezt leegyszerűsíteni, hogy ne egyesével kelljen a köveket megfesteni. Fogunk majd festeni portrét, illetve nekem ez még nagyon kedvencem ez a kép, ilyen nagyon erőteljes fények és árnyékok vannak rajta, ezt is izgalmas lesz majd megcsinálni. Én azt gondolom, hogy most igazán érdemes mentorprogramosnak lenni, hiszen gyönyörű festményeket fogunk megkészíteni, és nem hogy repro alapján, hanem fényképek alapján fogunk festeni. Én már alig várom, hogy kezdjük, és hogy megfessük ezeket a képeket. Várunk téged is szeretettel, fessd meg velünk ezeket a képeket a mentorprogramunkba.